Hatalmas érdeklődés kísérte világszerte az amerikai választást. Sok helyen eredményvárókat szerveztek, ahol a vendégek együtt izgulhatták végig a szavazatszámlálást. Nem volt ez másképp Németországban sem. A legnagyobb eredményvárót szervezte Németországban a Bertelsmann Média Birodalom mögött álló alapítvány. 700 amerikai és német vendéget hívtak meg a politikai és üzleti életből. Az Egyesült Államok következő elnöke az lesz, aki megszerez 270 elektori szavazatot. Azért gyűltünk össze, hogy végigkísérjük a választást, mondta az amerikai nagykövet. Nem ez volt az egyetlen eredményváró Berlinben. A német fővárosban hasonló eseményt szervezett egy civil szervezet is. A vonatom csak 6-kor indul, és úgy tervezem, hogy maradok addig. Semmi értelme, hogy elinduljak, mielőtt megtudjuk az eredményt, mondta egy vendég. A reggeli órákban még a kölni vonatállomáson is téma volt az amerikai választás. Az eredményt vegyes érzelmekkel fogadták. Eddig elképzelhetetlen volt, hogy Trump győzhet. Aggódom, mert a választások előtt olyan kijelentéseket tett, amelyek a globális rend szempontjából nyugtalanítóak, mondta ez a férfi. Voltak kevésbé borulátó vélemények is. Az egyik megkérdezett szerint Trump kénytelen lesz visszafogni magát a jövőben. Nem aggódom. Trump nagyon megosztó volt, de meglátjuk, hogy a beiktatása után pragmatikusabb lesz-e. Az eddigi retorikájával nem juthat sokra, mondta egy másik helyi lakos. A német külügyi tanács szakértője szerint a kongresszusban többségbe kerülhetnek a szabadkereskedelem ellenzői. A kereskedelemben változások lesznek, de ez nem csak az elnökön múlik, hanem a kongresszuson is, mondta a szakértő. Hozzátette, hogy még egy republikánus többségű kongresszusban is megakadályozhatják Trump terveit, kivéve a biztonságpolitikában, amelybe az elnöknek komoly beleszólása van.